Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleyer Gábor műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Bleyer Gábor. Mai vendégem, Haik Viktória. Viki vagy Viktória? Többnyire a Vikit használom most már. Akkor Haik Viki, színésznő, énekesnő, zeneszerző, és nagyon, nagyon régóta foglalkozik gyerekekkel, mint gyerek előad, gyerekeknek előadó művész. A régi ismerettségünkre való tekintettel, hogyha megengeded a riport során tegeződni fogunk. Köszönöm. Egy picit, hogy úgy nagyjabb a képbe legyünk abban a kapcsolatban, te, hogy hogy kerültél erre a pályára, te világéletedbe előadó művész szerettél volna lenni? Nem. 2002-ben kerültem a Shakespeare sziművészeti Akadémiára, és a gimnazista évek azok pápán teltek a Tűr István gimnáziumban, ahova én tulajdonképpen úgy kerültem, hogy hogy ágon mindenki oda járt. És ez pedagógia tagozat volt. És valahogy én végig a, a négy év alatt, bár nagyon jól éreztem magam abban a közösségben és a, a kollégiumban, azt éreztem, hogy nem a pedagógus pályára készülök. És, és a magyar órákat nagyon-nagyon szerettem. Aztán 98-ban volt egy, egy súlyos balesetem, elütött egy ifa. De jó Isten! <laughs> Igen, és nagyon sokáig tartott a felépülés, majdnem évet kellett ismételnem, és mankóval jártam meg, meg kerekesszékkel gurítottak ide-oda, és, és akkor volt időm elgondolkodni azon, hogy tulajdonképpen mit is szeretnék. A gimnáziumban voltak szavaló versenyek, énekkaros voltam, a, a, gitár az akkor jött be a képbe, az osztályban mindenki gitározott, és, és egyszer csak, amikor negyedikbe visszakerülhettem az iskolába, és pályaválasztás előtt álltunk, akkor, az osztályfőnökünk behozott egy, egy szórólapot erről a Shakespeare színművészeti akadémiáról, és, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom. Egy picit menjünk vissza a beszélgetésbe, mert azt mondtad, hogy nagyon lazán elmondtad, hogy ugye elütött a gyifa és kerekesszékbe ültél. Na most ez azért az emberek 99%-át meg szokta viselni, vagy legalábbis, ahogy te mondtad, gyökeresen megváltoztatja az életfilozófiát. Egy kicsit beszéljünk erről a dologról, hogy azt nem kérdezem meg, hogy hogy érintett, mert rosszul, de, de mégis milyen volt ez az időszak, amik után ugye Kórház, kórházban gondolom megműtöttek, egy csomó mindent csináltak, és, és azért egy csomó mindenben korlátozva volt Nem féltél egy kicsit attól, hogy milyen lesz az életed, vagy, vagy hogy, hogy érintett ez a dolog? Az, az elég korán kiderült, hogy a, a károsodás nem olyan súlyos, hogy ne tudnék majd járni, vagy, vagy ilyesmi. És a, a kerekes szék az igazából csak a kórházban bent volt, amikor különböző vizsgálatokra tologattak. Aztán jött a mankó. És a, van egy ilyen emlékem, hogy édesapámmal megyünk be a gimnáziumba, és a gimnázium lábtörlőjén az első dolgom az volt, hogy elessek, és akkor a medence csontom ismét szétsúszott, és majdnem, hogy kezdhettük előről a, a folyamatot. De azt, azt tudtam, hogy, hogy fel fogok épülni, inkább, inkább volt időm elgondolkodni azon, hogy hogy, hogy, mit is szeretnék. És ilyenkor mi játszódik a fejedben? Már úgy értem, tehát oké, most már értem, tehát annyira érez, tehát annak ellenére, hogy kellemetlen volt érezted, hogy nem végleges, de ilyenkor mi az, ami megváltozik az emberbe? Tehát mi az, ami mitől rátalál arra az útra, ami igazán ő? A baleset ez úgy történt, hogy a hogy nulladik órára mentünk a kollégiumból, és két szobatársam átért előttem a zebrán, én már nem értem át, köd volt, és azt, azt tapasztaltuk, hogy közeledik egy, egy teherautó, de, de úgy mértük fel, hogy még átérünk. És ami nekem ebből visszamaradt, az az a pillanat, hogy hogy vége van, hogy nincs tovább, hogy én már nem, élek, nem érek át. És úgy estem, hogy a... Az ifa elment fölöttem, kaptam egy, egy jó nagy ütést, és a, a hátamon volt a hangszerem, ami valamennyire védett az ütéstől, illetve most már ennyi év távlatából olyan romantikus ezt mondani, hogy a, a gitáron megvédett, de valóban, valóban sokat védett rajtam. És és ez a vége érzés, hogy vége is nincs tovább. Utána, amikor mégis folytatódhat a, az életed, akkor akkor tényleg minden megváltozik, és elgondolkodtat, és akkor a, arra törekszel, hogy, hogy minél jobban megbecsüld az előtted álló napokat, hiszen, hiszen átélted azt, hogy bármikor vége lehet. Beszéltél arról, hogy pápa után következett a Shakespeare Akadémia. Picit mesélő, nagyon sokat hallunk róla a hirdetésekben, meg nagyon jó neve van, meg minden, de milyen dolog ott diáknak lenni? Mi az, amit megtanultál? Mi az, amit plusz hozzátett ahhoz, ami vagy? Én Csiszár Imre osztályába kerülhettem, és amikor az ember egy ilyen mesterhez kerül, akkor nincs, nincs benne elvágyódás máshova. Tehát ez egy olyan, olyan intenzív három év volt, ami, ami. ami felejthetetlen. Én igazából azt hiszem, hogy harmadikra aklimatizálódtam, és mire aklimatizálódtam, addigra szépen átkerültem egy másik mesterhez, a Szőke Istvánhoz, mert a harmadéves vizsgán a csiszárnál a foster első erzsébetében hat női szerep van, illetve négy női szerep van, és mi hatan voltunk az osztályban. És akkor átkerültem a, a szőkéhez, amit nagyon rosszul éltem meg. Nagyon-nagyon rosszul éltem meg. De most már most már hálás vagyok mindezért, mert míg a csiszárnál egy elemző munka folyt, addig a, a szőkénél egy ilyen zsigeribb, ösztönösebb, és nálam ez a kettő találkozhatott. Tehát nálam szerintem úgy volt, hogy szükségem volt akkor a, a szőkepistára. Uh -huh. Hát nagyon más volt a pedagógiai módszertől körül értelmezem, de ez több, több aspektust adott annak, hogy perspektívikus a saját szakmádat. Viszont az érdekemben oké, tőlük tanultad a mesterséget, de kik tanítottak még ott, vagy csak ez a két ember volt jellemző? Nem, a Nemesen Éva volt az ének tanárunk, és az Évánál nagyon-nagyon sokat. Tehát nagyon, nagyon sok élményanyagunk lett. A népdalokkal kezdtük, folytattuk a szanzonokkal, operettekkel, kuplékkal, és én még utána is nagyon sokat jártam hozzá évekig. Neked fontos dolog az életedben a zene, mert azon kívül, hogy színészkedsz, azért a zene majdnem olyan dominánsan részt vesz az életedben. kettő nem elválasztható persze, de, de te zenész is vagy. Én ezt nem mondanám magamról még mindig. Inkább, inkább, az van, hogy, hogy mindig is nagyon foglalkoztatott, és mivel én falun nőttem fel, és a 80-as években akkor még nem nagyon volt jellemző az, hogy, hogy, egy kicsi faluban zenét lehetett volna tanulni, viszont az én édesapám mindig, mindig harmonikázott. És így, így nőttünk fel mi hárman tesók, hogy, hogy apa mindig zenét És amit ott abban a kicsi faluban Bakony Szent lehetett tanulni, az az orgona volt, a helyi lelkész, református lelkész bácsitól, és, és aztán egy orgonát nem, nem tudsz magaddal cipelni mindenhova, így jött aztán később a gitár. Igen, igen, egyébként nagyon kevesen tudják, hogy mert pont a időt azt hiszem, hogy egy legszebb karácsonyi dal azért keletkezett, mert azt hiszem, hogy a egerek meglágták az organasípot és gitára abba, abba a karácsony a, a kántónak és így, így így keletkezett a csendesé. Ó, Ez nagyon nem szép tudtam. történet, csak okay. erőtött eszembe. Uh, de egy picit uh, fussunk tovább, úgyhogy uh, az akadémia után mi következett? Tehát hogy kezdted a Effektív, a gyakorlati pályafutásodat. A, az akadémia után én Balkai Gézához ö, kerültem, de ezt megelőzően az ember, tehát úgy mondják, hogy menni, menni kell a főiskolára felvételizni. És amiről az előbb beszéltem, hogy a mi osztályunkban talán azért nem volt ez a nagyon erős elvágyódás oda, mert, mert ilyen mesterek vettek bennünket. Ö, Körül. Hát végül is a színházi szakma egyik legnagyobb egyéniségétől tanultál. Igen. De ezért mégiscsak mentünk, és és azt hiszem, hogy har harmadikas voltam, amikor a, a Jordán Tamás indított osztályt, és akkor a, a második rostáról én nem jutottam tovább a, a harmadikra. Aztán később meg már azért nem, nem próbáltam meg, mert utána meg, amikor a balkai Gézához kerültem az eres 9 színházba, a megbetett rendeztő is abban a Lady Megdev szerepét kaptam meg, mert mert akkor meg ott, ott voltam a, a Gézánál, akinek a főszerepeit néztük a színházintézetben, mert Csiszár mondta mindig, hogy hogy ezeket nézni kell és látni kell, és mi jártunk is. És akkor meg az volt bennem, hogy itt vagyok a Gézánál, akkor miért akarnék máshova menni. Értem, tehát akkor így kezdődött a Balgai, Balkai Egeze, Eres 9. Egy picit ugorjunk, és nézzük meg, hogy ma milyen perspektíván mozogsz, miket, miket csinálsz. Eres 9-ben láttam pont egy darabodat, de azt hallottam, hogy más helyeken is játszol, erről hallhatnánk-e. Igen, az Eres 9-ben az előadás, amit láttál, ez a Kóka János társulattal készült el a kívül tágasabb, amivel számos fesztivált megnyertünk, és most legutóbb harmadikak lettünk ezen az alternatív szemlén az előadással. A két színház, ahova én tartozom, a Holdvilág Színház és a Gózon Gyula Kamara színház, ami az eres 9 után szinte így egyszerre jött az én életembe. Egy picit erről beszélünk, milyen darabokban játszom most. Akkor kezdjük először a Holdvilággal. A Holdvilágban nagyon sok mese megy. Most, hogyha gyorsan összeszámolnám, akkor hát körülbelül hét mesében játszom én ott. Ezen a héten lesz a Hófehérke pénteken. Milyen mesék? Hát most már mecsigázik. <laughs> <ne, ne> <laughs> Van a, a Mátyás király és a, a Cinkotai Kántor. A, van egy karácsonyi mesénk a karácsony gyertyácskái, az árgyérus királyfi, a hamupipőke, és a hollányú. Mit lehet tudni erről a Holdvilág színházról? Ez kifejezetten gyerekszínház? Többnyire meséket játszunk itt, de, de vannak felnőtt előadások okay. is. Mik azok a felnőtt előadások? Most készült el, a, a Koka János rendezte a Gerendás Péter főszereplésével, a Beatles dalokat vették alapul egy, a János egy írásához, és, és ez most a legújabb felnőtt bemutatója a színháznak. Uh -huh. Ebben te játszol? Nem, ebben én nem játszom, és még nem is láttam sajnos, úgyhogy nagyon várom, hogy májusban megnézem. Uh, és a másik darab? A másik darab pedig a, a Hülyéje, amit elkészített a ő társulat, a tavalyi évadban volt a bemutatója, abban sem játszom én. Uh -huh. Úgy látszik akkor te maradtál ilyen uh, szinten a gyerek daraboknál, de hát de gyerek uh, gyerek szórakoztató műsorok, illetve gyerek műsorok hozzád is közel állnak. Egy picit erről beszéljünk, hogy mennyivel más gyerekeknek játszani, vagy milyen lelkület kell hozzá, vagy mi az, ami, ami plusz ahhoz, hogy az ember gyerekeket tudjon megszólítani. Van ebben külön feladat, vagy úgy is le van írva minden a forgatókönyvbe, meg a rendező megmondja? Talán az benne a külön feladat, hogy ahogy én figyelem a gyerekek világát, az ő tisztaságukat, meg őszintességüket engem, az érdekel bennük, hogy, hogy arra magamban, hogy lehet újra rátalálni. Tehát ahhoz a megközelítéshez, ahogy ők a dolgokhoz viszonyulnak, az ahogy telnek az évek, egy keresendő út magunkban újra és újra. És ez egy nagyon izgalmas kihívás, hogy az ember úgy tudjon szólni hozzájuk, hogy, hogy tiszteli őket, hogy nagyon-nagyon tiszteli bennük azt, ami, ami önmagából kezd tudni. Pont ezt a kérdést akartam volna feltenni. Az el, el, mi az, amit elveszítettünk? Mi az, ami már nem tesz minket képesé ahhoz, hogy megértsünk egy gyereket, vagy hogy úgy tudjunk megnézni valamit, mintha először látnánk? Mi, miért nem megy, szerinted? Azért nem, mert annyira felgyorsult az életünk, hogy a mindennapok örlőmalmában egyre kevésbé csodálkozunk rá dolgokra. Ez baj? Baj, igen, baj. Miért? Mert, mert hogyha ez a rácsodálkozás megvan bennünk, vagy meg tudjuk még keresni magunkban, akkor, akkor egy nagyon jó kis üzemanyag, hogy, hogy folytasd a, az életedet. A te életedben ez még létezik? Tehát miben látod úgy, mert végül gyerekeknek gyerekzenekart vezet, gyerekdalokat írsz, nagyon sok gyerekdalabban látsz, valami mégis plusz kell, hogy legyen benned. Mi az, ami szerinted benne talán megvan? Ami miatt szót értesz a gyerekekkel? Kijövünk egymással. Azt, azt figyeltem meg, hogy az öregekkel, a gyerekekkel és az állatokkal én, én nagyon jól kijövök. És tulajdonképpen a dalok is úgy fogalmazódnak meg, hogy az ő életüket figyelve, és azokat a témákat érintve, ami őket nagyon-nagyon érdekli, azokat próbáljuk dalba önteni. Ebben egy lesújtó van az én számomra, már nem személy nekem, hanem úgy leszik, hogy az élet van, és, és eredeteljében az egy csomó fontos dologról elfeledkezik, vagy, vagy tompa lesz bizonyos dolgokra? Mit gondolsz? Kevésbé fogékonyra, igen, mert, mert mással van elfoglalva. És ez baj az életben, vagy ez egy tök természetes dolog? El kell fogadnunk azt hiszem, ezt a, ezt a felgyorsultságot, ezt a ritmust, amit, amit diktál az élet. Vala, valahogy utol kell érnünk magunkat ebben. Ez nem pánik inkább? Hát pánikszerű a, a késztetés arra, hogy utolér, de az, az sokszor pánikszerű bennem is. De, de akkor nem segítesz magadon, csak akkor, hogyha, hogyha lenyugtatsz mindent, hogyha, hogyha mégiscsak szánsz időt arra, hogy, hogy ezeket átgondold. Picit térjünk át a másik színházra, ugye, amit mondták, Gózon a színház, jól emlékszem. Igen. Ott milyen darabokat játszottak, mit csináltatok, a jótom? Lilionfi. Igen, a Lilian Finak nem nemrég volt a bemutatója, és abban egy nagyon izgalmas feladatot kaptunk ketten a Zsuzsival, ugyanis mi vagyunk a, az énekesek ebben a, a, darabban, és azt kérte tőlünk Hajdú László, aki rendezte, hogy, hogy mindig, a, tehát amit látunk ő történni a, a színpadon egy-egy érzelmi állapotot. Annak a fonákiát igyekszünk mi megmutatni ezekkel a dalokkal. Tehát tulajdonképpen egy, egy Brechti elemelés, amiben nagyon érdekes belehelyeződni, és a közönségnek is érdekes, hogy hogy hogy, hogy csapódik le mindez bennük. Nagyon-nagyon érdekes energiák vannak ezen a ezen az előadáson, és amit mondtál, hogy a holdvilágban inkább a mesék, és a, igen, hogy annyi mindent csinál az ember, hogy nekem tulajdonképpen a, a két színházzal való egyeztetés sem az, az így alakult, hogy a holdvilágban az évek óta futó darabok azok még, még mindig vannak, és és új feladatokat inkább a, a gózomban tudtam elvállalni. Az, az egyeztetés az egy. Pálya. érdekes, tehát olyan, mint az egyik egy állandóságot jelentene, amely mindig visszatérhet, a másik pedig újabb és újabb kihívásokat és megújulást. Igen. Milyen darabok vannak még a húzomba? Az én te őt mutattuk be tavaly, ami, amit Harsányi Melinda rendezett. Talán emlékszel erre a könyvre, az, az oroszlán az ő betűn így mosolygott ránk, és Intel, a kalandozása ég Ez egy nagyon érdekes, talán a ö, újabb korosztályok nem ismerik, ez egy nagyon-nagyon szép formában mutatták be, a könyv nagyon szólt a könyv, de, de egy hatalmas nagy mesébe ágyazva, tehát minden, minden szigetnek más volt, a, valamik a főnévek szigete volt, valami az szigete, de egy nagyon izgalmas mese volt, és tulajdonképpen egy oroszlan elrablása körül forgott a történet, ha jól Igen. emlékszem. Igen, igen, és mi ezeket az oroszlánokat keressük, és bohóc karakterként vagyunk jelen az előadásban, a Szélatilával, Hajdulacival és a Tandari kis Zsuzsival, illetve a Takács kis Zsuzsival, és... Bocsánat, be, hogy visszakérdezik, kedvencem volt ez a könyv, és ugyanazok a szereplők, tehát meg Kalamár is, meg ilyenek? Igen, igen, igen. És akkor így, mivel négyen játsszuk az előadást, ezért ezért váltogatjuk ezeket a, a szerepeket, tehát egyik szerepből helyeződünk át a, a másikba, mi ketten a zsuskával. Azt hiszem, ez nagyon izgalmas, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki játékos formában meg akarja ismerni egy kicsit a nyelvtant, és, és nagyon szép gyerektörténetet szeretne hallani. Igen, várunk mindenkit szeretettel a színházba. É, beszéltünk ugye akkor erről a dologról, és ez a két darab, amiben te ott praktizálsz, vagy van más is? Van a, a Csecsemő Színház még, amit a Smirnov Krisztinával és a Takecski Zsuzsival csinálunk, Ilyenkor felvetődik az emberekben a kérdés, hogy mi az, hogy Csecsemő színház, és hogy mit lehet karonülő kisbabáknak csinálni. Nagyon sok mindent. Mi tulajdonképpen ilyen látványos eszközöket használunk az előadás első felében, és aztán a második felében a szülőkkel együtt vonjuk be őket egy, egy zenés játékba. Sok-sok évad óta megy ez a, az előadás, és nagyon-nagyon szeretjük nagyon izgalmas egyébként. Nagyon pici gyerekeknek amúgy is azért fontos szegmens a gyerekjátszásnak, mert ott tényleg még jobban élezettebben, hogy csak akkor figyelnek oda, ha érdekli vagy hogy el tudod csípni a, a dolgait. Nem fész gyerek előadásnak pont attól, hogy esetleg egyszer csak felállnak, kimennek, nem fog tetszeni, hogy tudod őket megfogni. Azért nincs egy ilyen fajta stressz benned? Azt hiszem, hogy, hogy mindig van de, de egyre jobban kezelem. És nagyon, nagyon élvezem azt, hogy, hogy mindig, mindig, más közönség előtt játszunk, többnyire ugye a Kispárna Mesezenek arra mindig más helyszínen, és, 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 közben, miközben zajlik a koncert és a mese, jó érzés rátalálni arra az útra, hogy hogy, hogy lehet együtt menni velük. És akkor beindul egy ilyen, egy ilyen energia áramlás, amiben, amiben, nagyon jó érzés lubickolni. Na, erről el nekem egy picit erről az energiállamlás. a gyerekek ráállnak arra a dologra, amit mondtál, és elkezdi indukálni a két dolog egymást? Igen, igen, valahogy így. És a, a műsort azt mindig úgy igyekszünk összeállítani, hogy, hogy Legyenek benne nagyon dinamikus részek, legyenek benne ö, nyugisabb részek, de van úgy, hogy a koncert közben változtatunk ezen, és az egy nagyon jó érzés, hogy, a, hogy mindezt az alkotótársaimmal együtt tehetem, mert mondtad, hogy hogy zenekarvezető, hát igazából ez nálunk úgy van a, a kis Pernamese zenekarban, és itt muszáj beszélnem a kezdetekről azért, hogy. Nem foglak visszafogni bennem. Köszönöm. Hogy 2011-ben jöhettünk mi össze, és akkor a Varga Zoltán és a Szigeti Eszter együtt dolgoztak a, a Batta Andreával. És az Andi egyszer csak fölhívott engem, hogy hallja, hogy vannak gyerekdalaim, mi lenne, hogyha ezzel kezdenénk valamit. És aztán behívta a csapatba a Porvai György Lászlót, aki a basszusgitárosunk, találkoztunk így öten, és azokat a dalokat, amit mi a, a Zoláikorral elkészítettük, vittem és mutattam meg nekik. Ez akkor volt egy bizonyos dalmennyiség, azóta már már jóval több van, és akkor elkezdődött egy, egy ilyen alkotói folyamat, elkezdtünk próbálni, aztán valahogy úgy alakult az évek során, hogy, hogy egyre inkább a. Tehát, hogyha azt szerettük volna, hogy mi, mi sokat játszunk és sokat menjünk, akkor arra ébredtünk rá, hogy el kell indulnunk az önmenedzselés rögös mesgyéjén, mert ugye egy alkotó művészenvere nem annyira járatos, de de azt gondolom, hogy egy, egyre jobban haladunk ezen az úton. Ez azt hiszem nagyon nagy dolog, és ahogy te mondtad, a legtöbb alkotóművész küzdevel, hidd el, én ezt tudom, mert nagyon sok alkotóművészről beszélek, akinek pont ez a problémája, és hogy érzed, hogy hogy tudod a két dolgot magadba helyre hogy egyrészt menedzseled a dolgokat, másrésztről pedig, pedig azért előadó művész vagy? Együtt együtt menedzseljük a, a csapattal. Tehát tulajdonképpen. A, amikor már aktívabban elkezdtünk játszani, és én, én igazából 2013-tól számítom ezt az időszakot, de ez az aktívság nem lehetett volna, hogyha nem előzi meg az előző három év. És aztán valahogy így ilyen nagyon szerencsésen alakult minden. 2012-ben csatlakozott hozzánk a Berecki Levente, a Dobosunk, és akkor még az Andi által eljuthattunk a Minimax Hajóra és a Millenárisra, ahol a Picó Rádió gyereknap volt. Tehát két olyan fórumon vehettünk részt, ahol mi megmutatkozhattunk. És utána azért már könnyebben indultunk el a felé, hogy mi magunk is gondoskodjunk a, a zenekar sorsáról. Tehát ezt együtt, együtt csináljuk a, a többiekkel. Tehát ez egy nagyon erős csapatmunka, ami, ami alkotóműhely és önmenedzselő folyamat, ha jól értelmezem. Azt hiszem, hogy hogy ez a téma még megér egy kicsit bővebb kifejtést, amit a szünet után meg is teszünk. Most hallgatunk egy kicsi zenét, és aztán visszatérünk. Tehát tulajdonképpen a szünet előtt belecsaptunk abba a dologba, ami talán az egyik főművedés, amit már te hoztál létre, ugye ez a kis a karf. és nagyon-nagyon sokat beszéltél arról, hogy milyen interaktív folyamat és egy, egy olyan speciális energiát ö, indukál ez, ami, ami egész más módon szólítja meg a gyerekeket, és arról is beszéltünk, hogy, hogy ez egy, nem csak olyan szempontból, művészeti szempontból, hanem önmenedzselés szempontjából is egy teljesen új területre tévedtetek. Hogy gondolod, hogy merre fog kifutni ez a folyamat, hogy mi az, amit hosszabb távon még szeretnétek ebből kihozni a Kispárna zenekar tekintetében? Ez színház is félig? Igen, az is, mert azt hiszem, hogy a legbiztonságosabb terep, amin én mozgolódom, az az még mindig a színház. És annyiban azért helyesbítenék, Gábor, hogy ezt nem, nem én hoztam létre ezt a zenekart, hanem, hanem együtt válhatott azzá, ami most a, a Kisperna Mesezenekar. Nagyon sok helyről érkeztünk meg egymáshoz. Tehát sokféle területről. A Szigeti Eszterő klasszikus énekes, és opera és operett énekes. A Vargazoli nagyon sok formációban megfordul az zongoristánk. A Porvai Gyuriék évek óta nagy sikerrel viszik a Pedrofon zenekart, A Leventék, a Berecki Leventék, a Kaszkád a együttest. És ahogy így megérkeztünk egymáshoz, és elkezdtünk együtt dolgozni, ez nagyon hamar kiderült, hogy miben tudjuk erősíteni egymást. Tehát tulajdonképpen úgy zajlik az alkotói folyamat, hogy van egy ötlet, ezt kibontjuk, mindenki hozzáteszi azt, amit, amit gondol az adott témáról, és akkor válik belőle egy, egy egység, és így születnek meg a dalok. A színházi elemek igen, miattam kerülnek bele a, a koncertekbe. Létrehoztunk egy, egy mesét, amit a Holville Kamara Színházban mutattunk be, és most a Karinti Színházban hamarosan indul egy fesztivál, ahol ahol 27-én lesz a, a mi Kisperna mesénk, és aztán a Gózon Gyula Kamara Színházban is. Tehát, hogy... Díszlet elemek között zajlik egy történet, és a történethez kapcsolódnak dalok tulajdonképpen. Azt hiszem, nagyon-nagyon magasra tetted a mércét ilyen szempontból, mert igen, nagy elődök vannak előtted, akár hogyha magyar kultúrát nézzük, tehát mind zenészek szempontjából, mind pedig színészek szempontjából. Tehát ki, kiken nőttél fel ilyen szempontból, miket hallgattál, amikor te gyerek voltál? Kalákát és Halász Jutkát. Az én szüleim ezeket vásárolták meg kazettán, és ezeket hallgattuk. Uh -huh. És voltál is kalák a koncerten esetleg? Voltam, sőt olyan is volt, hogy ellátogattak hozzánk a, a faluba, mert oda került Rőti Gábor a faluba, aki a Vasmalom együttes vezetője volt, és amikor oda került a Rőti Gábor, akkor akkor hirtelen így fölpesdült a, a falu élete, és ő hívta meg a, a kalák együttest. Én konferálhattam fel őket, és ez nagyon Mikor volt? emlékezetes volt. Hú, hát nagyon kislány voltam szerintem, másodikas lehettem, a, az azt jelenti, hogy 88-ban... Aha. És mi volt a benyomásod annak idén ezekről a nagy példaképekről, akár a kalákáról, vagy akár halászödről? Emlékszel, hogy miket hallgattál, illetőleg, hogy, hogy mik ragadtak meg? A, a lehullott falevél ez egy nagyon fontos ö, ö, emlékem a, a halászjutkától, és a kalák a kaláka dalok közül, meg, a, meg az összes. Tehát hm. ezeket mi annyit, annyit hallgattuk, és annyit. Ö, tehát nagyon-nagyon sokat hallgattuk ezeket a testvéreimmel. Engem kérdés, ha már Kalákáról beszélünk, hogy gyerekrajongóból, aztán felnőtt rajongó lettél? Tehát a hallgattad aztán a felnőtt lemezeit? Természetesen igen, nyomon követem a, az útjukat, és amikor tehetem, akkor, akkor elmegyek koncertre. Nagyon régen voltam már, nagyon régen jutottam el. Én nem olyan rég voltam egyébként egyen. A, de kicsit akkor ugorjunk. Beszéltünk a, a kispána zenekarról, de nagyon-nagyon érdekes, és többször felmerült az, hogy te zenéket szerzel. Ez hogy kezdődött? Mert mondjuk mondtad, hogy igazán nem tartod magad zenésznek, de mégis vetted a bátorságot, meg a gitát, és kezedbe veszed, és gyerekeknek gondolsz ki dalokat. Ö, igen, ez ö, ö, ott indult el, ö, ö, amikor a Holvilág Kamara Színházban mi létrehoztuk a Morzsa színpadot a Takácski Zsuzsi barátnőmmel, és azt vettük észre, hogy mindenféle drámapedagógiai módszer ide vagy oda, hogyha viszünk egy dalt, akkor az valahogy nagyon, nagyon betalál, és nagyon, nagyon hatékony. És így aztán felhalmozottak dalok. Úgy kezdődött, hogy a Vörös Sándor szőnyegének szinte az összes versére született valami dallam, aztán születtek a saját szövegek, és 2005-től a Zolá Igor barátommal ezeket elkezdtük kidolgozgatni. Ö, említetted már a nevét ma, ők róla, mit lehet tudni? Mi a színházban találkoztunk az igorral, és, és vele, vele kezdődött el ez a folyamat, hogy saját dalokat készíteni, saját dalokon munkálkodni, és ezzel párhuzamosan még, még a páfizsoltal dolgoztunk nagyon sokat, ő a Szeleburdi Mese Színházat vezeti. Zsolt barátom, és én akkor tapasztalhattam meg azt ott a Szelebudi Színháznál, hogy milyen az, amikor fogsz egy hangszert, és nagyon képzett zenészekkel együtt muzsikálsz. Ennek azért megvoltak a magas stációi esetemben, tényleg egy nagyon erős csapattal találkozhattam ott a Batapistivel, aki aztán a Barabás Lőrincék formációjában, a Kéknyúlban és Fábián Julinán is rengeteg helyen zenél a Pisti, a Mezőfi István, aki a, a dobos volt, ők tanítgattak engem, és a Zsolt. Úgy gitározni, hogy ne, ne lúgja ki nagyon a sorból, tehát, hogy, hogy ritmusban legyek, hogy jól lefogjam ezt a pár akkordot, amit a, amit a hangszeren akkor tudtam. Az egy dolog, hogy most már egész a jól, meg hogy, hogy, hogy te zenei ez, ez korrekt, de azért a simán gitározni, meg eljátszani mások után dolgokat, ez egy dolog, de megint egy dalt az, ez egy egész más dolog. Hogy jött egyáltalán a készlet? És arról már beszéltél egy picit, de, de hogy, hogy állsz neki? Tehát ö, ö, egy, egy jó gondolat, vagy, vagy, vagy egy jó téma? Tehát hogy, hogy kell ezt elképzelni? Van úgy, hogy, hogy először a, a dalszöveg születik meg, és az az motoszkál a fejemben, van, van úgy, hogy a dallam. És ö, ezeket a vázlatokat én megmutatom a, a Porvai Gyurinak, a mi basszusgitárosunknak, és akkor így rakjuk össze most újabban a, a dalokat, amik már nem csak gyerekeknek születnek. Tehát ez most egy nagyon, nagyon fontos tevékenység az életemben, hogy a Gyurival dolgozhatunk ezeken a, a dalokon, de azért azt még mindig nem mondanám, hogy én ezeket olyan hajde ügyesen el tudom gitározni. Inkább az van, hogy begyakorolom. Tehát, mm. hogy. hogy hogy ezért működőképes legyen. Ezek szerint írsz felnőtt dalokat is. Igen, igen. Témaiban lehet tudni, hogy mik ezek? Hát, nagyon vegyes. Alvó emberekről, az, az alvásról, a természetesen a szerelemről, emberi kapcsolatokról, barátságokról. Nagyon, nagyon sok színűek. Aha, tehát az életben azokról a dolgokról, amik fontosak nekünk. Igen. Akkor egy picit kanyarodjunk vissza, mert itt kötném a dolgot, amit mondtál a gyerekekről, meg a rácsodálkozásról. Akkor úgy látszik, azért itt van a, a pont, hogy a szakmád, meg a egyéb dolgok azért, azért feltételek az, hogy bizonyos dolgok nem újjanak ki az életedből, tehát hogy megfigyelj embereket, hogy megfogalmaz dolgokat. Ez, ezek szerint akkor ez kíséri az életedet. Igen, igen, ez, a, ez az örökelemzés azt hiszem, hogy, hogy mindig, mindig bennem van, hogy egy nagyon-nagyon elemző ember vagyok, csak, csak, most már igyekszem felgyorsítani ezt a folyamatot. Tehát ez azért az embert lelassítja, hogyha valamin túl sokat agyal, akkor, akkor lassabban tud sétálgatni az élet rögös útján. Ez nem azt jelenti, hogy nem, nem gondolkodom el dolgokon, meg, meg kapcsolatokon, meg, meg szituációkon, hanem inkább azt, hogy hogy minél gyorsabban próbálom kifogalmazni magamból talán, és ebben nagy segítség az, hogy, hogy a Porvai Gyurival most dolgozhatunk ezeken a dalokon. Tehát ide futotta ki magát az én nagy elemző mi voltam? De akkor viszont ilyen szempontból nagyon is kíváncsi vagyok, hogy hogy látod ma az embereket érzelmeikben mennyire tudják kifejezni magukat, mennyire őszinték, mennyire mennyire, mennyire hitelesek, mert hogy ebben foglalkozol, még hogyha eh, amit láttál, azt is dolgozod fel, és azt adott tovább, de akkor is látnod kell. Igen, és itt így ismét... És vi... ne felejtsük el, hogy te, ahogy mondtad, egy kis faluban nőttél fel, ami szintén egy új viszonyítási alap. Abszolút, igen, igen az a felgyorsultság, amiről a beszélgetés elején beszéltünk, az, az mindenképpen jelen van mostanában, és ez szerintem a, az embereken is változtat. És jóval több odafigyelés a másikban meglátni a valódi önvalóját, mert annyi a, annyi a módosulás. Erre, erre edződünk, így, így kell léteznünk, nincs nagyon más választásunk. Ez baj? Hát, mint mondtam, így természetes vele járója ennek a mostani bolygónbéli létnek, de, de ebben nem annál nagyobb a kíváncsiság, hogy felderítsem mindenkiben a, az ő leglényegét. És az, az vajon mi vagy? Hogy lehet az? Tehát, mert, mert kíváncsi vagy, kutasz, de hogy, hogy jössz rá, hogy mi az, ami tanulcsallang, és mi az, ami tényleg önmaga? Hát a... néha, néha nagyon érdekes, mert nem is, nem is feltétlenül kell hosszas beszélgetésekbe bonyolódnom emberekkel, hogy én ezt lássam és, és tudjam. Ez nem azt jelenti, hogy valami ö, különleges képességgel lennék megáldva, hanem inkább azt, hogy mivel ez engem annyira leköt és annyira foglalkoztat, egyre inkább tudom, hogy, hogy kinek milyen a miensége szerinted van olyan, hogy az ember nem önmagát tudja adni, vagy nem akarja? Tehát egyáltalán létezik az, hogy átlépjük a saját korlátainkat, vagy, vagy valamit magunkra erőltetünk? Hát ez, ez diktálja a, 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 mostani korunk, igen. Egyre inkább ezt, ez diktálja, hogy, hogy valamiféle állarcot viselve közlekedjünk, és úgy éljünk túl, Elmondasz egy-két jelenlelkozót, ha már erről beszéltél? Nekem is van biztosan. Biztos vagyok benne. Tehát azért, azért nagyon ö, nagyon nehéz úgy létezni, hogy, ö, hogy mindig a, az érzéseidet, érzelmeidet teljesen ö, felvállalva és kitárva haladsz előre a napodban. Biztos, hogy. Ö, hogy nagy-nagy munka, ez nekem is nagy-nagy munka, hogy, hogy őszinte legyek, meg, meg a viszonyulásaim is őszinték legyenek, de azért túlélőképes legyen. <laughs> Tehát nem, nem, nem sírhatom el magam minden pillanatban valami szomorúság láttán. Tehát vannak-vannak kezelendő helyzetek és szituációk. Ez érdekes, amit mondtál. És itt a másik dolog, hogy, hogy és mégis abban együtt, hogy tényleg, ahogy mondtad, nem kezelheted túl ezeket a dolgokat, de pláne a te szakmádban mégis muszáj, hogy magadat ad. Hogy tudsz figyelni a lelkedre? Igyekszem megtalálni minden nap az, azokat a nyugvó pontokat, amikor, amikor tényleg utolérhetem a lelkemet. És ezt minden nap, minden nap törekszem erre, hogy kell hogy egy jó pontot? Teszem azt egy jó séta, vagy, vagy egy jó beszélgetés, vagy mit jelent ez a te olvasatodban? Hát ezekre, hogyha a napszakokat nézzük, mindig, mindig máskor van lehetőségem. És mindig, mindig más, más az az időintervallum, ami rendelkezésemre áll. Tehát sokszor egy koncert előtt, egy, egy előadás előtt kell egy picit félrevonulnom, és 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 azon meditálnom, hogy hogy mi történt eddig, és mi áll előttem, és hogy tudok helytállni. Tehát ez, ez változó. Van, hogy reggel, <laughs> reggel van erre lehetőségem, van, hogy este elalvás előtt, uh -huh. akkor, akkor picit több. Tehát általában az a jellemző, hogy elalvás előtt. De kell, ezek szerint kell ez a pár perc, amikor, amikor teljesen magad lehetsz, és újra tudsz töltekezni. De ha már eveztünk egy picit más vizekre, akkor beszéljünk arról, ugye már azt nagyon fontosan tudjuk, hogy mennyi mindent csinálsz, kifejezetten koncertek, előadások, több színházba, zeneszerzés. De hogyha van szabad időd, mi az, amit te szívesen csinálsz? Az olvasás, meg a dalszövegeken való agyalás. Az nagyon-nagyon az feltölt. Sokat írok, nagyon sok vázlat van, Rengeteg most már, amiket amiket jó érzés rendszerezni. Tehát, hogyha, hogyha pihenhetek, hogyha van időm, akkor, akkor leginkább ezzel foglalkozom, hogy ezeket a vázlatokat rendszerezzem. Uh -huh. És az olvasás az mit akar? Miket olvasol szívesen? Hát mostanában egyre inkább vissza, visszakerülnek a versek. Most, most megint nagyon sokat forgatom a, a Vörös Sándor Összest <laughs> és, és a József Attilát, de, de regényeket is, és, és Hanvas Bélától, amit lehet. Szeretett Hanvas Bélát, Nagyon, nagyon szeretem, Miért? igen, igen. Mert, mert annyira pontosan fogalmaz, és ugyanakkor annyira elvontan, hogy ezen, ezen jó, jó elelmélkedni. Igen, na, egy... nagyon fontos útra valókat ad nekem. Én tulajdonképpen a jövőnk titkairól, meg a jelenünk lehetéről beszél nagyon érthető módon, hogyha jól sejtem. Miket olvastál tőle, hogyha pár könyvcímet? Hát azt hiszem, hogy a, a az összeset elolvastam, és most a, leginkább a, a Babérliget könyvet forgatom, meg az antológia humánát, azt úgy, úgy szinte minden a nap. története? Igen. És a, a szakrát. Tehát most, most ezt a, ezt, a, hármat, de szerintem hamarosan újra leemelem majd a karnevált, és akkor... <laughs> azt is, Azért azt is újra elolvasom. A egy nagyon-nagyon nehéz olvasmány. Tehát, és, és, nem, semmiképpen nem kezdő olvasóknak ajánljuk, azt hiszem. Igen. Nekem mégis azt hiszem, hogy így az elsők között volt a hanvastól, ami, ami a kezembe akadt. Valóban nem, nem egyszerű olvasmány, de annyira tarka és annyira ö, színes és annyira jó értelemben vett filozófikus, hogy csodálatos. Azt hiszem, hogy ha hanvasról beszélünk, akkor, akkor és sokat olvasol, ha, ha, most akkor valamennyire fontos kell, hogy legyen az életed a spiritualitás. Igen. Milyen szempontból? Hát talán ez is ez a, ebből az örök elemzésből fakad. Hogy, hogy próbálom utolérni magam, azt, hogy, hogy, hogy élem meg az életet, hogy, hogy mik a viszonyulásaim, és ez egy, ez egy óriási nagy segítség nekem. Ha jól értem, a spiritualitás nem egy elmondogott jelent, hanem egy másfajta rendet. Egy más hát. rendszert, igen. Ami, ami nagy összefüggésben áll a, azzal, amit úgy általában tapasztalunk. Ezt hogy érted? Hogy másfajta, másfajta tapasztalások csapódnak le abban a másik dimenzióban, amit spiritualitásnak nevezhetünk. Igen, hát mondjuk ez, ebben még egy kicsit belemennék, de akkor, hogy mégis mi, milyen másfajtára gondolsz? Tehát egy másfajta rendszer, vagy egy másfajta ö, olvasat annak a dolognak, amit megélünk, tehát teszem azt, hogy én csinálok valamit, ami sokkal többet akar, mint amit látunk belőle? Vagy ezt hogy, hogy képzeljük el? Igen, igen, akár az is, ahogy jársz, az, ahogy... Az, ahogy a, a testethez az, ahogy emberekkel kommunikálsz, tehát ez, ez mind, mind így együtt egy egy nagy egység, egy másik dimenzióban. Jó, jó, jó rálátni erre, azt gondolom. Ugye beszéltem még Hamas mellett József Attiláról és Vörös Sándorról. Miért pont ők? Hát ők azok ketten, akiket a, a legtöbbet forgatok. Nem, nem tudom, hogy miért van ez. Nem tudom, a, a Vörös Sándor biztos a, a gyerekek miatt hogy szerintem ő, ő tudott úgy ő, szólni az ő nyelvükön, ami igazán ő, szép és tiszta. Ez persze nem azt jelenti, hogy más, más ne tudott volna, de valahogy... De valahogy ő, ő megtalálta őket. Igen, igen. Pedig azt mondják, hogy tulajdonképpen Vörös Sándor nem ír gyerek gyerekverseket. Így van, tehát hogy ez, ezek a versek... Nem, nem gyerekversek, én, ne, én nem is tudom, hogy van-e olyan, hogy gyerekvers. Gyerekeknek szánt versek vannak szerintem. Igen, és egyébként néha, ha belegondol, jó is, hogy hogy egy gyerek lélekszakértőjével, vagy, vagy akik ezzel foglalkozik, hogy a legtöbb gyerekversben, vagy a legtöbb ilyen kis dalocskákban, ami, 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 amit, amit a gyerekeknek nekünk nagyon kemény igazságok vannak, vagy akár a grimmességben, vagy akár, akár a névnak a gólya, -gólya vagy egy csomót említhetnénk, vagy akár a vörös mm. verseket, nagyon keményen a, nyomjuk bele a gyerekekbe, könnyed formában, de az életet. Ez szerintem miért van? Mert ez ezéri őket utol a leghatékonyabban. És átmegy? Át, át. Igen. Te amikor gyerekverseket írsz, vagy gyerek dolgokat, akkor ez benned is mert nem vagy olyan dolgokat is megpróbálsz átnyomni a gyerekek számára, ami később szükséges lehet? Vagy, vagy, vagy ezzel nem is gondolkodsz? Hát inkább, inkább amikor gyerekeknek írok, akkor, akkor az a, az a keresés van bennem, tehát az a, az a, annak a gyermekiségnek a megkeresése, ami, ami velem már megtörtént, hajdanán. És akkor azt, azt próbálom újra felderíteni, azokat, a, azokat az érzéseket és azokat a, a fontos dolgokat, ahogy egy gyerek nézi a világot, és ahogy látja, vagy ahogy látni akarja vagy ahogy a fantáziája elviszi, és valami egészen mást lát egy adott dologban. Vajon mennyivel láthat másképp egy gyerek? Erről már beszéltünk, csak picit konkrétizáljuk, tehát érzelmekben gondolkodik, vagy képekben van erről valami látásmódod? Nagyon, nagyon sokat vagyok gyerekek között, és, és azt vettem észre, hogy, nyilván ők is kicsik is individuumok és mindegyik őjük másként lát egy bizonyos dolgot, az biztos, hogy, hogy a fantáziájuk az nagyon-nagyon jelen van még. Tehát sokkal, sokkal fantázia gazdagabban állnak élik, Igen, élik meg a, a dolgokat. És ezt szerinted baj, hogy idővel kiveszik az emberekből? Hát jó lenne ezt időről időre újra, újra megtalálni, igen. És te hogy állsz a fantázia világgal? Jaj, hát küzdök vele, mert nagyon, nagyon sok gondolatom van, nagyon sok ötletem, és ezeknek a rendszerezése, ami éppen zajlik, ez nem egy, nem egy könnyű folyamat. De hogy lehet fantáziákat rendszerezni? Már bocs. Hát most egy példát mondok neked, hogy elkészült egy dal, amit a Smirnov Krisztinek írtam, aki gyerekrendezvényeket szervez a zsúrok.hu az ő kis vállalkozása, és a dal tündérekről szól. És az egyik tündérnek egy félpárzoknia a hálózsákja, a másiknak a, az ékszeres doboz gyöngyei a labdái és a harmadik egy sapkabolytban lakik. Most azért, amikor így a, ez dalba kell öntened, akkor, akkor nem lehet, tehát le, a lehető legegyszerűbben egy, egy szitán átrostálva kell a, a szavakkal bánni, remélem, hogy, hogy ez sikerül, de azért ez rendszerezésre szorul. De hát ez csak egy, egy példa. Még egy utolsó kérdés, hogy szerinted miért javaslod a mai felnőtteknek, hogy jobban, vagy más perspektusból figyeljenek oda a gyerekekre? Azért, mert vigyáznunk kell rájuk. Mert, mert később ők fognak vigyázni ránk. Ezért azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes és tanulságos végszav volt a mai történetünknek. Nagyon szépen köszönöm Haik a gyerekek nagy értőjének, hogy itt volt, illetve hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet. Önök a Hidak heti magazin adását hallották. Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet!